Szociális munkanapja Bogdány Hortenzia lett Mosonmagyaróvárváros kiváló szociális dolgozója. Háromnapos nemzetközi konferencia a Mosonmagyaróvári karon, interaktív innovációs folyamatok a mezőgazdaságban. Nyílt nap a piarista iskolában, új tagozattal bővül az iskola kínálata. Köszöntöm Önöket, a Mosonmagyaróvár TV híradóját látják. A szociális ágazatban dolgozók és önkéntes segítők munkáját ünnepelték november 11-én a Flash központban. A szociális munkanapja alkalmából a városi elismeréseket is átadták. Idén a város kiváló szociális dolgozója díjat Bogdány Hortenzia kapta. Szinte teljesen megtelt a Flash központ színházterme november 11-én, ahol a szociális szférában dolgozókat és önkéntes segítőket köszöntötték. A szociális munkanapja alkalmából a hagyományokhoz híven idén is a város szociális dolgozóinak munkáját ismerték el. A vendégeket Árva István polgármester köszöntötte, aki beszédében kiemelte, polgármesterként és a térségi társulás elnökeként mindent megtesz annak érdekében, hogy a szociális ellátórendszer működése zavartalan legyen, és az ott dolgozók munkája megbecsülést kapjon. Tudom, hogy munkájuk során sokszor találkoznak a köszönet és a hála szavaival. De engedjék meg nekem, hogy mindazok nevében, akik ezt a gesztust önök felé bármilyen okból elfelejtették megtenni, én most bepótoljam. Köszönetet mondok mindannyiuknak. Köszönet az önkénteseknek, a civil szervezeteknek, a jó érzésű adományozóknak, és mindenkinek, aki a háttérből támogatja tevékenységünket. Kívánok ehhez mindannyiunknak erőt és egészséget. A köszöntő után elsőként a Mosonmagyaróvárváros kiváló szociális dolgozója díjat adták át, amit idén Bogdány Hortenziának, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény dolgozójának ítéltek. Bogdány Hortenzia 16 éve dolgozik kitartóan, kimagasló szakmai hozzáértéssel az idősek gondozóházában. Elmondása szerint meglepte a díj. Mint lehetett látni, hát én elsírtam magam, mert számomra ez egy akkora elismerés, és hogy mondjam, talán a munkámban is egy kicsit szerintem egy nagyon, nagyon sokat fog számítani, mert hát van, amikor az embert azt mondja, hogy nincs remény. Az ünnepségen az önkéntes segítőket is elismerő oklevéllel jutalmazták. Ezúttal Szederkényi Györgyné, Horváth Imre és Paul Reis Balázs vehette át az elismerést, akik többi közt önkéntes munkával és adománygyűjtéssel segítették a rászorulókat. Majd a jubileumi emléklapokat is átadták, többek közt Csiba Erzsébet, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője részére, aki idén 40 éves jubileumát ünnepli. Csiba Erzsébet 25 év tapasztalatát kamatoztatva, hivatása iránt elkötelezetten szolgálta a város és az intézmény lakóinak javát, idén pedig nyugdíjba vonul. A közönség vastapsal köszönte meg Csiba Erzsébet munkáját. A jubileumi emléklapok és intézményvezetői elismerések átadása után a Flexart, a Teatrum ad Flexum és a Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanárai közös táncos-zenés összeállítást mutattak be, Régen volt, igaz sem volt címmel. Csak egy tánc volt, mit tőlek éltem én, azután ment minden könnyedén, együtt mentünk haza az úton, és a testét nem tudom. A rendezvény végén Árva István polgármester pohárköszöntőt mondott. A szociális munka napján készült teljes műsort hétvégén televíziónk adásán is megnézhetik majd. A mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók interaktív innovációs folyamatokba való bevonása és támogatása, valamint szaktanácsadók fejlesztése az elsődleges célja az IT Connect elnevezésű projektnek. A nemzetközi projekt keretében november 9-e és 11-e között egy háromnapos konferenciát szerveztek Mosonmagyaróváron, aminek a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér kara adott otthont. Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezet Szövetségének elnöke nyitotta meg november 10-én a Mosonmagyaróváron tartott nemzetközi konferenciát. A háromnapos konferencia egyik célja a szaktanácsadók képzése volt, akik a gazdákat tudják segíteni a jövőben. Azon kell dolgoznunk, hogy egyrészt a hazai tudás az egy egységes rendszer keretében rendelkezésére álljon a gazdáknak,
Ugyanakkor ez a hazai tudásbázis, ez minden körülmények között igénybe tudja venni az Európai Unió többi tagállamából származó olyan információkat, amelyek segítik a gazdákat a versenyképességük erősítésében. Az iToConnect elnevezésű nemzetközi projekt 2019. novemberében indult, most pedig háromnapos konferenciára várták a résztvevőket az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karon, a Francia Agrárkamarával közösen. A háromnapos konferencia része volt a magyar szaktanácsadóknak tartott tájékoztató. Alapvetően az a célunk, hogy tudatosítsuk a szaktanácsadókba azt, hogy az ismeretátadásnak milyen módozatai, milyen módszerei vannak. Különböző gyakorlatokon keresztül szeretnénk ezt elérni, és célunk az, hogy az innovációkat olyan formában közvetítsék a szaktanácsadók, kutatók és különböző célcsoportok a gazdálkodók irányába, hogy azt meg is értsék, és utána mindennapi életükbe tudják majd hasznosítani. A szervezésben partner volt a 2011 óta működő Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. Szaktanácsadók módszertani továbbképzéséről, fejlesztés, módszertan fejlesztésről szól, leginkább az interaktív innováció területén, ami kicsit elvontan hangzik, de a lényege az, hogy ugye egyenrangú félként együttműködve az ügyfelekkel, a gazdálkodókkal elsősorban valami új megoldást, valami ugye innovatív irányt kidolgozni, kialakítani, ennek a folyamatát, hogy hogyan tudja egy szaktanácsadó menedzselni, erről szól a konferencia. A szaktanácsadóknak tartott tájékoztatóra Erdélyből és Felvidékről is érkeztek szakemberek, akik a konferencián megszerzett nemzetközi tapasztalatokkal és tudással tudják segíteni a gazdákat. A precíziós gazdálkodás és a nemzeti öntözőrendszer kiépítése egy nagyon jó kezdő lépés, és továbbiabban még meglátjuk. Legfőbb dolog az én szempontomból a gazdáknak a tudásukat gyarapítani mindenféle téren. Az iToConnect projekt résztvevője a Wageningeni Egyetem és Kutatóintézet is, az intézményt pedig egy óvári gazdász képviselte a konferencián. Wageningeni Egyetem és Kutatóintézet a többi partnerrel együtt azon munkálkodik, hogy egy támogató környezetet hozzon létre, ezt kutatjuk, és több tréningen belül szaktanácsadói vezetőkkel együtt próbáljuk elérni, hogy egy támogatói környezet alakuljon ki a szaktanácsadóknak, hiszen anélkül nem lenne lehetőség, hogy nem lesz lehetőségük az interaktív innovációk és projekteknek az elindítására. Az iToConnect projekt keretében tartott háromnapos konferencián a résztvevők előadásokon, workshopokon és kirándulásokon vettek részt. Mosonmagyaróváron is óriási összefogás alakult ki a közösségi médiában annak érdekében, hogy minél hamarabb megtalálják azt a 6 éves kislányt, aki vasárnap délután tűnt el Pérről. A rendőrség hétfő délelőtt közölte, hogy megtalálták az eltűnt kislányt a péri repülőtér közelében, akit egy sikló ernyős vett észre. A tájékoztatás szerint a kislány egészséges, de a körülményekre való tekintettel kórházba szállították. Már vasárnap is többen indultak a kislány keresésére, amit hétfő reggel folytattak. A kutatómentők közlése szerint a keresésben nagyjából 200-an vettek részt, köztük különböző önkéntes mentőszervezetek és hivatásos egységek, rendőrök, tűzoltók, helyi lakosok, vadászok és polgárőrök. Nyílt napra várták a pályaválasztás előtt állókat és szüleiket november 10-én a piarista iskolában. Az érdeklődő diákok megismerhették az iskola történetét, az induló tagozatokat, de egy-egy órára is bemehettek. A piarista iskola kápolnájában Zsódi Viktor igazgató tartott elsőként bevezetőt a több mint 300 éves iskola történetéről, valamint az oktatásról. Kiemelte, a piarista iskolában a legfontosabb a hatékony nyelvoktatás. Nálunk heti 7 órában lehet nyelvet tanulni. Az ember szerez egy nyelvvizsgát, le is tud érettségizni előre. Olyan a 12. csapatban elfogynak a nyelvi csoportok. Azért, mert a diákok leérettségiznek, vagy 11. végén, vagy 12. elején, és a 12. végén lévő érettségire már ők azzal készülnek, ami a tovább tanulásokhoz szükséges. A tájékoztató után az érdeklődők egy prezentáció keretében ismerhették meg a következő évben induló szakokat, ahol a hagyományos angol nyelvi,
a német nemzetiségi, valamint az általános gimnáziumi tagozat mellett a jövő évben egy új szakkal is bővül az iskola kínálata. A médiatagozat megindításával szeretnénk választ adni a jövő és a jelenkor követelményeire. Szeretnénk olyan ismereteket átadni a diákjainknak, amelyeknek segítségével okosan tudják használni a rendelkezésünkre álló okos eszközöket, és kritikus használatra szeretnénk őket tanítani, illetve az érdeklődő diákok megtanulhatják a filmkészítés különböző elemeit, vagy a podcast készítést, vagy az újságírást. A nyílt nap keretében lehetőség volt órákat látogatni, így az oktatásba részletes betekintést kaptak a pályaválasztás előtt állók. Az érdeklődő diákok közül többen voltak kíváncsiak a magyar irodalom órára, ahol a 10. osztályos tanulók épp Kölcsey Ferencről tanultak. Ez volt a bocsánatkérés, amit sajnos már ugye Berzsenyi nem hallhatott. A piarista iskolában fontos a közösségi élet is, összetartó a diák közösség. Többször utaznak külföldre osztálykirándulások alkalmával, cserediák program is működik az iskolában, de nagy hangsúlyt fektetnek a művészeti nevelésre is. Rengeteg programot szervez az iskola, tehát így a tanuláson kívül is nagy az élet. Például én most voltam a bécsi operaházba, és most fogunk menni Budapestre a Nemzeti Színházba. Tehát ilyen szempontból nagyon programdús ez az egész. A piarista iskola idén még 2 nyílt nappal várja leendő tanulóit, november 17-én csütörtökön 17 órától, valamint november 22-én kedden reggel 8 órától. A Merkantil Bank Liga MB2 17. fordulójában a szombathelyi haladást fogadta a Krédóbusz Moson-Magyaróvár november 13-án a Wittmann Antal Parkban. Jobban kezdte a mérkőzést a vendéghaladás, a játék nagy részében több helyzetet dolgoztak ki, amiket azonban nem sikerült gólra váltani. A 67. percben Sajbán Miklós érkezett a pályára csereként, aki a 68. percben 25 méterről megszerezte a Moson-Magyaróvár első gólját. A találat megváltoztatta a játékképét is, a különbséget pedig nem sikerült a haladásnak behoznia, így a 3 pontot a Krédóbusz Moson-Magyaróvár kapta. Néhány mondatban a holnapi időjárásról. Kedden is marad a párás ködös reggel, napközben felhős, borult lesz az ég. Élénk lesz a légmozgás, reggel 5, napközben 12 fokot mérhetünk majd. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták, most hírhátterünk következik, aminek vendége Bugár Bertalan, a Cheng Shaolin Kung Fu Ese elnöke, akivel Segesvári Zsolt beszélget. Ezután a Közért című magazin műsor következik. Friss hírekkel legközelebb kedden 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, viszontlátásra!